Oké, akkor jöhet a tanuló négy. Megnézzük akkor először a megyogőzöst egy kézzel. Ugye megkeressük a C hangunkat. C. De előtte skálázunk egyet. Tehát a C, D, E, F, G, A, A, C. Jó, és akkor megy a gőzös egy kézzel, körülbelül így fog hangzani, hogy ha ezt már úgy nagyjából jól tudjuk, akkor hozzávesszük szépen a bal kezet. Megkeressük, ugye lesz benne egy C hangunk. Ugye? Így látszik. Egy C alapot fogunk, a négyes ujjunkat tesszük rá, a durral mehet a hármas ujjunk, tehát alap, dur, és akkor vagy ezt váltogatjuk, hogy egy, vagy a kettes ujjunkkal, ugye? Kettes ujjunkat, felnyúlunk a G hangra, és akkor fogunk egy G alapot. Visszamegyünk utána a hármassal C-nak a dúrjára, négyre a C alapra. És akkor ezt váltogatjuk. Egy, egy, jó. Amikor jön ugye a váltás, ugye a G7-re fölugrunk, akkor ugye, hát ugye ezt majd gyakorolni kell. Nyilván az eleje nem lesz könnyű, de ugye C fölött ott van a G hangunk. Akkor G-szeptimet úgy fogjuk, hogy fogunk az alapot megfogjuk a 4-es ujjunkkal, a 2-es ujjunkkal meg a szeptim sort. Ugye szeptim sorba. Tehát alap, szeptim, alap, szeptim. Alap, szeptim. És itt is meg lehet csinálni azt, hogy fölmegyünk a D hangra, csak itt már ugye a hármas ujjunkkal fogunk tudni a D hangra fölváltani. Ugye az új rend ezt így adja. Itt ugye nincs akkora választási lehetőség, mert ettől jobbat én se tudtam kitalálni. Tehát a jobb kézbe elkalandozok, de itt ez egy kicsit kötöttebb. Tehát ugye négyes új G alap, kettes új ugye, egy szeptim, és akkor a hármas új meg fölnyúl a délre, és akkor ezt váltogatjuk, hogy egy,
akkor a megyögőzés az két kézzel körülbelül így hangzik, hogy ugye minden hangra ütünk egyet, tehát C, C, E, C, D, G, A, D, F, F, ugye a dezsőre kettőt ütünk, kettő, C, egy, két, három, 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 nézzük meg ugye a túloldalt operencián, ugye ez, tehát a megyögőzős egy hár, na, megyögőzős egy kétnegyedes, vagy illetve főfoghatjuk négynegyedesnek is, ahogyan tetszik, tehát lehet azt csinálni, hogy egy titire egyet ütünk, vagy pedig minden tire ütünk egyet-egyet, ugye ezt hívják duplázásnak. Szerintem szebben hangzik bizonyos esetekben. Mondjuk egy csárdásnál lehet, hogy érdemesebb betartani az, hogy a két titire ütünk csak egy basszus hangot. De hát ez tényleg ízlés kérdése jóformán. Ha most ugye a túl az operencián egy háromnegyedes dal, ott fogjuk majd azt csinálni, hogy ugye egy, két, há, egy, két, há, egy, két, há, egy, két, há, két, há. Ugye megkeressük az F hangunkat, mert F-ről fogunk indulni. F-dur. F-dur alapot fogunk, és ugye a dur sort. Tehát 4-es új, 3-as új. És akkor vagy úgy csináljuk azt, hogy 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, vagy pedig a 2-es ujjal, ez a kamera, 2-es ujjal fölnyúlunk, ugye az F fölött van a C-nk, 2-es ujjal megfogjuk a C-t, C alapot, és akkor egyszer lenyomjuk, és utána a két F dur hangot, és akkor váltogatjuk, hogy F alap, két, dur, C alap, két, dur, F. Ugyanígy meg lehet csinálni, hogyha följebb megyünk, hogy azt mondja, mondjuk fogunk egy C szeptimet. Ugye megkeressük ugye a kis gödröcskés hangunkat, alap, szeptim, a kettessel, és főnyúlunkkal, hármas ujjunkkal a G hangra. És akkor fogunk egy G hangot, meg a szeptim sorba ütünk kettőt. Egy, két, lehet mindegyiket variálni, hogy csak C és a szeptimből ütünk kettőt, egy-két-három, akkor fölnyúlunk a G hangra, és akkor azt is bevariáljuk, hogy egy G, két szeptim, és akkor megint a C. De alapvetően ez marad a C szeptim kíséret. Jó, akkor próbáljuk meg először egy kézzel túl az operenciát. Ugye. Yeah.
egymást akkor kísérettel. Ugye, úgy kezdődik, hogy az F-re ütünk kettőt. Mit kellene, hogyha kérdés van, akkor megpróbálok rá válaszolni. Első körben szerintem ennyi. Hát le kell ülni és gyakorolni. Annyival mondodnék még, hogy nyilván egy csárdás, kicsit feszesebb tempót igényel, de ott is az teljesen tőlünk függ, hogy mikor lassítunk, gyorsítunk bele. Ugye csárdások, az andalgók, négy ütemesek. A magyar nótában ritkábban fordul elő a háromnegyedes kíséret, de létezik. Ugye a szerelem nélkül mit ér az élet, az például egy háromnegyedes magyar nóta. Igen, hát én ezeket szoktam úgy általában játszogatni. Hát akkor jó gyakorlást kívánok!